you all my personal greetings. Szép kora estét kívánok! Üdvözlöm a virtuális térben kedves vendégeinket, az érdeklődő pedagógusokat. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által elindított online előadássorozat mai 7. soron következő témáját ugyan a földnapja előtti estére időzítettük, nem csak ebben az időszakban aktuális. A környezetvédelem és a tudatosságra, környezettudatosságra való nevelés egyik legfontosabb szerepet tölti be a hétköznapi emberek életében, és szövetségünk is kiemelten kezeli. Hiszen holnap kerül sor az SMPS szervezésében a 2. Ökologika Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatversenyre, ezúttal online térben. A megmérettetés a Sajó Károly környezetvédelmi csapatverseny folytatása, célja pedig a környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák és a földrendszer téges kapacitásának ismeretében a rendszer szemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. Köszönet a jelentkező iskoláknak és pedagógusaiknak, akik a jelenlegi helyzet ellenére benevezték gyerekcsapataikat, és sok sikert kívánunk nekik a holnapi döntőben. Az online előadás sorozatunk mai eseményén is üdvözlöm sok szeretettel Fekete Irén elnökasszony, aki velünk együtt kíséri figyelemmel az eseményt. A zavartalan vételt ismét Puskás Attila, a ProMédia Alapítvány igazgatója biztosítja számunkra. Köszönjük szépen! A mai rohanó világunkban sokszor a környezetvédelem szorul az utolsó helyre. Ez ellen tenni akarok, hiszen számomra a zöld szemlélet nem csak szakmai kérdés, hanem a kiteljesedésem záloga, vallja magáról mai előadónk, Szebenyi Péter, környezetmérnök, környezetvédelmi influencer, a Klímapolitikai Intézet munkatársa. Szervusz Péter, köszöntelek nagy szeretettel a felvidéki pedagógusok körében. Jó estét kívánok mindenkinek, és ezúton is köszönöm a meghívást. Készülve a mai eseményre, utána jártam egy kicsit a hiteles és szerteágazó szakmai életednek, a közzétett internetes tartalmaidnak, és számos általad frappánsan megfogalmazott szlogen vésődött az elmémbe. Az egyik közülük az, hogy a 20. század pestisének nevezed a műanyag hulladékot. Péter, hogyan alakult ki benned ez az erős késztetés, hogy felhívd az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára? Végzettséget szerint is szakembernek számítasz a témában, de volt-e olyan történés az életedben, amely meghatározta az utat? A természet szeretete, maga és a környezet szeretete már gyerekkorom óta foglalkoztat, illetve megérintett. Falun nőttem föl, és így egy falusi környezetben nagyon sokat kimoltam a természetben, akár erdőkben, akár a saját kertünkben, és ottan a zöldségeinket nevelgettem, és ez így valahogy bennem maradt. De viszont elteltek évek, és közben figyeltem azt, hogy mi történik a világban. Itt értem ez alatt, hogy milyenféle környezetvédelmi katasztrófák történnek, vagy milyen fajta élőlények pusztulnak ki, vagy ugye a különböző híradásokból a globális felmelegedés, a klímaváltozás, vagy akár a műanyag hulladék kérdése is,
ez maga a hulladék kérdése is egy globális problémává nőtte ki magát. És ezek után, ezek közben én elvégeztem ezt a környezetmérnöki képzést is, arra már fogok majd beszélni, majd a prezentációmban, de alapvetően nekem ez a gyerekkori élmény ragadott meg, és maradt még mai napig is, és úgy gondolom, hogy nagyon kevesen, vagy pontosabban azt látom, hogy nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a témával, annak ellenére, hogy mennyire kardinális kérdés a jövőnket tekintve, mert ha a környezetünkre nem vigyázunk, akkor nem lesz egy olyan egészséges életterünk, amiben egészségesen és akár hosszú távon tudunk élni, és nem csak arról beszélek, hogy milyen fajta élőlények pusztulhatnak ki, vagy hány fát vághatnak még ki, hanem komolyan veszélyeztetjük a saját jövőnket, ha nem is közvetlenül a sajátunkat, hanem a későbbi nemzedékekét, a jövő ökonemzedékét. Manapság nagyon gyakran találkozunk az influencer fogalommal, az információs csatornák valamelyikén. Jelentése, utána néztem, befolyásoló vagy véleményvezér. Az influencereknek óriási a követőbázisuk ugye online platformokon, környezetvédelemmel foglalkozó influencerrel pedig nem igazán találkoztam még. Elég érdekessé tehető ez a téma, sikerül-e növelni az érdeklődők számát, mekkora vajon a követőit száma, és mely oldalakon kísérhetjük figyelemmel a szerkesztett tartalmaidat? Fontos tudni, ismerni a közösségi médiát is, ahhoz, hogy az ember, bármilyen személy eredményes legyen benne, és látni azokat a fajta trendeket, illetve lehetőségeket, amit ebbe az előadásomban is be fogok mutatni majd, különböző platformoktól kezdve, ahol jelen vagyok, vagy jelen voltam, mert sajnos azt is lehet tapasztalni, hogy sok platform az idő előre haladtával úgymond kikopik, kevesebben használják, vagy már nagyon nehéz rajta megjelenni, tehát csak ha fizeti az ember a kiemeléseket, és akkor látszódhat meg mások előtt is. És alapvetően én kezdtem annak idején a Facebookkal, utána áttértem a különböző más alternatívákra is, Instagramra, TikTokra, a YouTube-ra, de alapvetően maga az egész influencerkedésem teljesen máshogy kezdődött. Én nem akartam szerepelni, nem akartam magamat mutogatni, ahogy lehet így fogalmazni, de alapvetően erről is fogok beszélni itt a előadásomban, és nem is szeretném lelőni mond a poént ebből a szempontból, de ez alapján építem föl az előadásomat, ahol részletesen bemutatom azt is, hogy hogyan lettem influencer, de előtte hogyan lettem egy környezetvédelmi szervezet vezetője, illetve hogyan indítottam el egy mozgalmat Magyarországon, illetve határon túlon is, mert az már határon túlra is kinőtte magát, de akkor erről majd a prezentációban. Rendben. Azt kértük ma tőled, hogy azon túl, hogy bemutatod a tevékenységedet, szolgálj ötletekkel vagy oktatási, edukációs tartalmakkal a pedagógusoknak, és ezeknek a segítségével, alkalmazásával ők tudják majd a környezet tudatosság felé terelgetni a tanítványaikat. Át is adom neked a virtuális teret, a hallgatóságot pedig arra biztatom, hogy az élő közvetítés alatt hozzászólásban bátran kérdezzenek Pétertől, hiszen teret adunk a kérdések megválaszolására az előadás után. Szebenyi Péter előadása következik. Kedves Péter, tiéd a szó. Köszönöm a szót, mutatom is a prezentációmat. Megosztom a közös képernyőn, remélem akkor látható is. Igen. Ugye maga a címe látható ugye az előadásomnak, a bevezetőben ez hallható is volt, illetve talán felismerhető vagyok, mert történt egy kis változás az utóbbi időben, ahogy látszik az arcomon egy szakát növesztettem. Ez köszönhető valamilyen szinten a koronavírus világjárványnak is, mert az utóbbi időben ugye az emberek a négy fal közé szorultak, és gondoltam egy nagyot még a tavalyi novemberi hónap kapcsán, hogy mi lenne, hogyha kicsit így növeszteném, és végül is ezt kaptuk, ezt az eredményt. Bocsánat, hogy a kitérőért, de akkor kezdek az előadásomba. Ugye, ahogy bevezetővel el lett mondva, hogy én környezetmérnök vagyok, környezetvédelmi influencer, és illetve ettől az évtől márciustól a Klímapolitikai Intézet egyik munkatársa is. Több mindennel foglalkoztam már, és ezeket szeretném visszamenőleg bemutatni, de kezdjük egy kicsit a múltból, hogy gyerekkoromtól, ugye erről is volt szó, kb. Ha lehet így fogalmaznom, előbb tudtam kapálni, mint járni, és itt egy régi kép magamról, amikor a kapa nagyobb volt, mint én,
Igaz, az évek alatt így a természet szeretete megmaradt, a kertészkedés is, mert rendszeresen kertészkedek itthon a konyhakertemben. Igaz, az eltelt évek meghagyták ennek a nyomát, és gyakorta van a fájdalom, hogy a kor elhaladtával az embernek, de igyekszem erre is nagyobb figyelmet szentelni, tehát sportra, az egészséges táplálkozásra, és különös mód ezért is kertészkedek, mert tudom azt, hogy az abban a kertben termesztett zöldségek, gyümölcsök, biztosan vegyszermentesek, mert én alapvetően elítélem a vegyszeres kezelést, de én is olyan értemben a saját konyhakertünkben. Vannak olyan praktikák, lehetőségek, amikkel ezeket ki lehet küszöbölni. Talán még erről is tudok majd pár szót érteni a későbbi diák alkalmával. Környezetmérnökként végeztem 2009-ben, ott is gépészak irányom, mert alapvetően engem érdekelt az az oldala a környezetvédelemnek, ami a műszaki oldalát mutatja be. És rengeteg mindent tanultam itt, tervezéstől kezdve egészen a különböző ülepítők felépítéséig, tehát a szennyvíz szerepre gondolok konkrétan, de igazság szerint a szakadatom témája végül is a hulladék lett, és így a későbbi életemben elő is jött ez a téma a hulladékvadász képében, erről még nem esett szó itt a prezentációba, illetve beletőleg sem, de erről mindjárt fogok egy pár szót ejteni. Annak ellenére, hogy környezetvédelem egy ilyen fontos dolog számomra, nem tudtam, nem volt lehetőségem elhelyezkedni a szakmában, teljesen más irányba mentem el, és maga az egyetem, pontosabban a főiskola, de ma már egyetemnek hívják, ez a Óbudai Egyetem hivatalosan, Budapesti Egyetem, és ott környezetmérnökként végeztem 2009-ben, de végül nem tudtam benne helyezkedni, és ott egy vendéglátásban dolgoztam pár éven keresztül, és utána tértem vissza ennek a hatására. A kupacok, a szemétkupacok. Azt tapasztaltam Facebookon, illetve közösségi más médiumokban is, hogy panaszkodnak az emberek, hogy itt a szemét, ott a szemét, és nem tudnak ellen mit tenni. És gondolkoztam azon, hogy lehetne ezt megoldani, hogyan lehetne ezt közösségi erővel is felszámolni, és ekkor jött egy olyan ötletem, hogy mi lenne, hogyha készítenénk egy bejelentői platformot. És akkor 2015-ben elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen lehetőségek vannak erre. És ekkor hoztam létre elsőnök gondolatban a hulladékvadász mozgalomnak a lehetőségét, és amivel szerettem volna, hogy ösztönözni a lakosságot arra, hogy a tisztább környezetben élessünk a bejelentések segítségével, úgyhogy bejelentik ezen a weboldalon keresztül, amit felépítettem, és 2016-ban indítottam csupán el, azért, mert egy fél év kellett ahhoz, hogy megtanuljak az interneten weboldalakat készíteni, mert abszolút ez önszorgalomból jött létre ez a mozgalom, akkor még egymagam, és végül is egy kerek dátum, 2016. január 1-ével indult el ez a mozgalom, ami olyan sikeres lett, hogy pár hónap alatt a magyarországi mainstream, tehát a fősodatú médiában jelent meg, és ennek hatással elkezdtem ott gondolkodni komolyabban, hogy hogyan lehetne ezt még hatásosabban felépíteni, hogy a bejelentői platform volt az a weboldal, de mellé elkezdtünk a kedves öcsémmel fejleszteni egy applikációt, erről is majd lesz egy dia egy következő alkalommal, és az applikáció segítséget nyújtott abban, hogy az emberek még könnyebben tudjanak bejelenteni, és a bejelentéseket az oldalra érkezett be, amit én feldolgoztam, és továbbítottam az illetékes önkormányzatokhoz, azért is, mert nagyon sok önkormányzatnál azt tapasztalták az emberek, hogy nem dolgoznak. Nem hiába jelentik be, nem történik változás. És ugye ott a harmadik pont itt a dián együttműködés az állami szervekkel. Ez ezt akarja, hogy a bejelentéseket én küldtem saját névvel tovább az illetékeshez, és emiatt a nyilvánosság miatt is, meg maga az a fajta kommunikáció, amit ugye akkor, illetve jelen áll szerint is a hulladékvadász tesz, végez, a partneri viszonyra hajazott, és ezáltal partnerként is tekintettek ránk az illetékes önkormányzatok. Azért mondom, hogy ránk, mert az idő alatt több embert magam mellé tudtam úgymond csábítani, és ők is a mozgalom részévé váltak, és akkor ők is az adminisztrációban részt vettek. És volt egy olyan fejezet ezek után, a média szereplések, a megjelenések, a különböző bejelentések sokkoló hatása miatt, hogy elkezdtük az oldalt fejleszteni, rovatosítani, és olyan fajta tartalmakat készítettünk rá, már többen magammal, cikkeket, akár a háztartás vezetéséről, hogyan éljünk hulladékmentesebben, vagy hogyan komposztáljunk otthon, ami hiánypotló volt. És ezeket úgy építettem föl, erről is már lesz később egy olyan dia, amiben például a kereső optimalizációról fogok beszélni. Ez azért fontos a mai világban,
mert ha nem kereső optimizáljuk a tartalmainkat, nem úgy írjuk meg pulszó alapján esetlegesen a tartalmakat, akkor nem találják meg az emberek az interneten, a Google-ben, hiába írják be, nem fogja kidobni az első oldalon, és a második oldal az emberek többsége már nem megy fel. És emellett rendszeresen szerveztünk a mozgalom keretein belül személyszerzési akciókat, ami teljesen önköltséges volt még annak idején, és rá egy kis időre jöttek az eredmények folyamatosan, és ekkor kezdtünk el gondolkodni azon, ahogy látszik a képeken is, ezek a különböző bejelentések és megoldásaik, hogy hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, illetve életképessé tenni. És ugye ez egy arról jött dolog volt, és én nem értettem ehhez, még a többi társam sem, és ezen filóztunk sokat, hogy olyan lehetne. És így jött létre egy alapítvány, de még előtte, bocsánat, van egy dia, ami bemutatja a rovatokat, és nem is lövöm így le az alapítványnak a témáját még. A rovatok több olyan hiánypótló tartalmat öveztek, fogtak közzé, amit itt láthatunk, és nem tudom, mennyire látható jól a felvételen, az adás közben. Van egy olyan is, hogy például, ugye említettem, ez a háztartásunk hulladék nélkül, vagy van olyan, hogy lámpa hulladék, sőt, mi Magyarországon mi voltunk az elsők, akik a mágnes horgászatot elkezdtük népszerűsíteni. Ez egy olyan fajta hobbi tevékenység, hogy vízpartra elmegyünk, és egy erős mágnest bedobunk a vízbe, és onnan a mágnes segítségével ki tudunk húzni különböző fém tartalmú vagy felépítésű dolgokat, kezdve egészen a bicikli, a beesett bicikliktől, egészen akár ilyen különböző rablásokból származó trezorokig, rengeteg mindent kifogtak már, világszerte, ez egy nemzetközi hobbi, de akár olyan robotunk is volt, hogy kreatív hobbik, ez a újrahasznosítás mutatta be, olyan értelemben, hogy akár hulladékból készíthetünk különböző eszközöket, vagy újra gondolhatjuk azokat, stb. Tehát igazság szerint ez a rovatrendszer egyfajta keretet adott az oldalnak, és minél több látogatót vonzott be. És ekkor jött az alapítvány ötlete, hogy akkor ezt hosszú távon hogyan tudjuk életképessé tenni. És így jött létre ez a Jövő Öko Nemzedéke Alapítvány, ami az évek alatt, a vezetésem alatt pontosabban Magyarország legaktívabb környezet megmentő szervezete lett. Erről majd lesznek egy kisebb videók itt a prezentációban, és majd meg fogunk mutatni azokat, hogy miért is mondom ezt, vagy hogyan merem ezt állítani. És alapvetően nekünk az volt a célunk, az a célja a szervezetnek, hogy lehetőséget adjon az embereknek, és ugye a hulladékvadász applikáció is egy ilyen lehetőség, hogy bármikor, bárhol járunk, látunk személy dombot, és be tudjuk azt jelenteni ezen az applikáción, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten bármelyik országból, tehát Erdélyből már rengeteg bejelentés jött, de például Londonból is jelentettek már be, még Szlovákiából, felvidékről nem érkezett még bejelentés, de majd bízom benne az előadásom után, majd erre is lesz majd alkalom, hogy erről beszámoljak. Maga az alapítvány logója egy ilyen Superman logót ábrázol, tehát ez a gyémánt alak. Ez azért érdekes, mert több olyan anyagot olvastam, ami azt mondja, hogy maga a logó, illetve a gyémánt alak, ami a Superman logóra hajaz, az úgy érzi az ember tőle magát, mint hogy a szupererővel rendelkezne, és egy ilyen szíhés kódja így ennek a logónak, és ugye ez a Jön alapítványnak a monogramja szerepel benne, tehát pontosabban a Jövő Öko Nemzedéke Alapítványnak a monogramja, a Jön szerepel benne. Maga a szervezetnek ugye volt két platformja, egyik ugye ez a hulladékvadász.hu, ahol be lehetett jelenteni a legelső rendelkezésokat, illetve volt egy személyszerzés.hu nevű oldala is. És ezek voltak az alapjai, ami után lett egy fejlesztés, egy másfél évvel ezelőtt lett ez publikálva, ahol ez a rendszer egy Ziva.io nevű oldalon, egy ilyen rendszer oldalon felállt, olyan értelemben, hogy ott már személyszerzési akciókat is lehet szervezni bejelentési helyszínekre, és akár saját kezünkbe is vehetjük, gyűjtéseket tudunk szervezni területek takarítására, és ezáltal saját kezünkbe tudjuk venni azok problémáinak a megoldását. Maga a tevékenység során rengeteg díjat kapott a szervezet. Itt van már három is egyből. Egyik az első, hogy az Ozon TV-nek van egy zöld díja, ez a hulladékvadász mozgalom kapta. A másik kettőt viszont az applikáció, mert annak idején annyira hiánypótló és kezelőbarát volt az a fejlesztés, amit az öcsémmel itt a gyerekszobánkban raktunk össze, ami úgymond kiérdemelte a Telekomnak is, meg a Vodafone-nak is a kiemelt díjait, digitális díjait. Ezek után tudok eljutni akkor az influencerkedéshez, ugye ez volt a bevezető, hogy hogyan lettem én környezetvédelmi influencer, ez fontos volt szerintem megemlíteni. Úgy gondoltam, hogy egy idő után azt tapasztaltam pontosabban, hogy az emberek
Facebook oldalakhoz, a weboldalokhoz, mozgalmakhoz sem annyira, nem, illetve alapítványokhoz, szervezetekhez sem tudnak úgy kötődni. De viszont a személyesség, ugye az arca van annak a valakinek, valaminek, akkor az sokkal emberközelibb és szerethetőbb, és ezek után kezdtem meg gondolkodni, 2019 nyarán jutottam el arra az elhatározásra, hogy akkor én környezetvédelmi influencer leszek, és ez akkor annyira újszerű volt, hogy több tévé is behívott, hogy akkor erről beszéljek, meséljek, hogy mit csinál egy környezetvédelmi influencer, nem tudták elképzelni, és én mindig is hangoztattam azt, hogy én az a fajta influencer vagyok, aki nem terméket reklámoz, hanem megoldásokat. Tehát úgy reklámozok megoldásokat, hogy például szemészítési akció, komposztálás, és tehát ez, amiből alapvetően első körben nem származik olyan fajta bevételem, vagy nem tudom, általában az influencerekről a negatív hatás terjedt el abba az időszakban, hogy mindent a pénzért, és mindenki pózol ilyen pózba, olyan pózba, ilyen termékkel, olyan termékkel, és pont ebben az időszakban robbantam be, úgymond ezzel az influencer, ez a környezetvédelmi influencer fogalommal, amire sokan felemelték a fejüket, és akkor alapvetően egy környezetvédelmi influencernek több dolognak meg kell felelnie. Ugye, ahogy látjuk itt a prezentációmban, itt van, felsorolok több pontot is, hogy a szerepvállalás a környezetért, ez egy fontos. Mindenki, akinek fontos, valamilyen szinten jelezze a közösségi hálóban, az ismeretségében legalább. A személyes ösztönző erők emiatt eléggé nagy szokott lenni, sokkal jobban tudunk hatni az ismerősökre, a barátokra, vagy a nem a közvetlen ismerősökre, hogyha zöld tartalmakat megosztunk, vagy legalább véleményt mondunk ezekkel kapcsolatosan. Természetesen csak akkor, hogyha megfelelően utána jártunk annak valóság alapjához, de a mai világban azért látjuk azt, hogy eléggé sok, mond a fake news tartalom, és ezért is van a következő pontból ott a hitelesség. Tehát ha esetlegesen valaki beszél és mond valamit, és utána ez hiteltelenné tesz, teheti. Tehát oda kell figyelni. És az empatikusság is fontos különböző témákkal kapcsolatban, hogy megfelelően fogalmazzuk meg a tartalmainkat, vagy beszéljünk az emberek felé, hogy értsük meg a mindkét oldalt is. Illetve a környezetvédelem, átvédelem, tehát ez például egy kategória számomra. Tehát ha én környezetet védem, akkor abban az állatokat is védem, és valamilyen szinten ez a kettő, ha tetszik, hanem összefügg, illetve összetartozik. És a legjobb benne az, hogy ha valaki ezt fel tudta vállalni, és ténylegesen nem a követő szám a legfontosabb itt most, hogy most ezren, vagy tízezren, vagy százezren, hanem legyen egy követendő példa, hogy nekem például az az egyik, ha mondom, ilyen motiváló erő, hogy ha legalább az embereket napi szinten egy picit is tudom motiválni, tehát hogy egy napi jó cselekedetet tud tenni a környezete érdekében, az nekem már jól esik. Tehát hogy érzem azt, hogy van értelme ezzel foglalkozni, van ezért egy olyan tartalmat, posztot készíteni, vagy egy videót bemutatni, vagy valamilyen témáról beszélni, ami ösztönző erően hat. És ez a kép az a kép, amikor elsőnek szerepeltem televízióban, de viszont ez nem mint influencer, hanem mint a hulladékvadász mozgalomnak a akkori vezetője. Itt van ugye összefoglalva az előző dia egy képben, hogy mutassuk meg, beszéljünk róla, írjunk róla, akár videózzunk is, és akkor ezáltal tudjuk a több olyan embert, aki nem foglalkozik napi szinten a környezetvédelemmel, ösztönözni. Érzékenyíteni, vagy egy divatos szó ez most, hogy érzékenyítessük az embereket adott témákban. De alapvetően jót kell bennem bemutatni, ténylegesen nem a pánikkeltés jelleggel, hanem a megoldásokat érdemes ilyenkor kiemelni. Itt egy ilyen kép. Ez Budapesten van, Budapesten nem messze, egy viszonylag központi helyen. Ez egy erdős területen volt, nem tudom mennyire ismerik a kedves nézők a Budapest felépítését, ez az Őrsvezér terétől kb. 5-es sétára van, az az egyik központi metróvonal végállomása, viszonylag közel van a belvároshoz, itt több mint 1000 hűtő, bontott hűtő került elhelyezésre, és ezt a területet több mint 20 millióért takarította ki az illetékes hatóság, hogy 2016-ban ezzel robbant be, úgymond a hulladékvadász mozgalom annak idején a magyarországi köztudatba. És akkor itt következik majd az első videó, és ugye ahogy az előző kép is mutatja a problémát, így videó formátumban is be lehet ezeket mutatni. Bízom benne, hogy mindenki hallani is fogja, és jó lesz a videó áthatása. Környezetszennyezések Magyarországon, 4. rész. Látjátok ezt?
Ilyenek az óceáni szemétszigetek. De van egy rossz hírem, hogy ma már nem kell elmenni az óceánokig, elég ha csak elmenjünk Magyarország keleti határához, ahol a tiszai hulladékszennyezés több évtizedet teszi tönkre az ökoszisztémát. Éves szinten több ezer tonna kommunális hulladék érkezik a Tiszán és annak mellé folyóin keresztül Ukrajnából, illetve Romániából. A hulladékszennyezés legfőbb oka, hogy ezekben az országokban nincsen normálisan kiépített hulladékgazdálkodás. Nem jön hetente a kukásautó, az emberek nem gyűjtenek szelektíven, nemes egyszerűséggel, az emberek kihordják a folyók átterébe a hulladékot, amikor az megárad, magával viszi a víz a hulladékot Magyarországra. Tiszába kerülő hulladék javarésze petparac, de már találtak bontott hűtőt is. Ezen hulladékok egy része Tisza medrében marad, többi részét kiszedik, a harmadik része viszont tengerekbe, óceánokba jut, és most ott tartunk, ahol a videó elkezdődött. Így gondoltam a bemutatás első körben. Ez egy TikTokos videó, ottani mond a fiatal közösséget próbálom ez edukálni. Jelenleg még a TikTokon a fiatalok vannak többségben, de ott is folyamatosan fejlődik olyan értemben, hogy egyre több az úgymond az idősebb korú, tehát az a 30-as, 40-es, 50-es korosztály, és ezért fontos különféle platformon is jelen lenni, és mindenhova eljutatni, amit el lehet. És akkor így kezdődne akkor az elsőnek azok a források, helyek, ahol érdemes kutakodni, ilyen például hírportálok, ahol amiket érdemes olvasni. Felsorok párat, nem mondom el mindegyiket név szerint, hogy melyik, alapvetően Magyarországon ezek azok az oldalak, ahol olyan zöld tartalma szoktak megjelenni, amiket érdemes olvasni, utánolvasni, akár napi szinten is. Itt például egyet tudnánk kiemelni leginkább a Grindexet, ami abszolút ilyen független hírportál, egy éve indult, és ők például napi szinten több posztot is megosztanak, illetve cikkeket is adott zöld témában. Illetve érdemes szakportálokat is olvasni. A bevezetőben említett egyik tevékenységem, hogy a Klímapolitikai Intézetnél vagyok, és ott például különböző kutatásokat, klímablogokat szoktunk közzé adni, amilyen hiánypótló tartalmak szoktak lenni, szakmai anyagok. Éppen a mai nap került publikálásra az általam megírt Zöldre mosás a Föld napján című anyag, ahol a különböző multik, érzek akármilyen kis és középvállalkozóknak az olyan fajta tevékenységét fejtegetem, amivel azt a fajta álcát adják magukra, hogy az a termék vagy szolgáltatás, amit ők végeznek, az zöld, környezetbarát, lebomló, akár olyan termékről van szó. De legtöbb esetben a kisbetűs részről elfeledkeznek, és ezt hívják úgymond zöldre mosásnak, amivel megtévesztik a fogyasztót. Illetve érdemes többféle blogot is olvasni, ahogy mondtam, nem mindent tudtam, illetve nem mindent írtam bele, egy-két kiemeltet, amit én szoktam esetlegesen olvasni, itt külön ajánlom figyeletekbe a hulladék nélkül blogot, ez Tóth Andi Zero Waste szakértőnek, egy három gyerekes anyukának a blogja, őről majd lesz egy később egy dia, mert korábban egy előadásom is volt vele. Egy olyan anyuka, aki három gyerek mellett kezdte el a háztartását, teljesen önszorgalomból, úgy semmiből, mert kezdte az egészet, mert megelégette azt, hogy rengeteg pelus keletkezik, amit kukába kell dobni. Aztán neki még volt egy vállalkozása is, azt abba hagyta már 10 éve, a mosható pelus témakörében, de utána még foglalkozott ezzel az öt témával, olyan szinten, hogy könyvet írt, Magyarországon egy ilyen individuumá vált, tehát nagyon sokan kötik a Zero Waste magyarországi képviselői közé, nagyon részletgazdag és hiteles személyiség. Ugye maga a közösségi média a másik ilyen platform, ahol lehet ugye információkat gyűjteni, ugye a Facebookot azt ugye gondolom mindenki ismeri, ugye a YouTube-ot is, illetve van az Instagram, ami ugye még legtöbb esetben népszerű, és ugye a legújabb ugye a TikTok, ahol különböző információkat lehet, akár valós, akár vagy valótlan dolgokat. Emiatt így mondtam, említettem korábban, hogy mindenképpen nézzünk utána, olvassuk el minden forrás, mert ez a legfontosabb, hogy hitelesen tudjunk tájékozódni, és a mai világban amúgy nem olyan egyszerű az. Ezeket a platformokat most bemutatom, hogy melyiken érdemes és hol mire használni. Ugye a Facebook, mint téma, csoportok. Nagyon sok olyan Facebook csoport van, ami nagyon hasznos. Mert a Facebooknak az egyetlen jelenleg számomra legnagyobb ereje a csoportok, a Facebook csoportok, ahol egy közösség is kialakulhat, emberek meg tudnak ismerkedni, egymással értekezni tudnak egymással, vagy másiknak a véleményét kikérni, akár legyen az komposztálás, kertészkedés,
Tehát igazság szerint eléggé széles a paletta, szinte mindenre, minden kategóriára van hát, létrehozott Facebook csoport, így akár például a hulladékra is, ahol a háztartási hulladék nélküli csoportot tudnám leginkább ajánlani, ez közel 27 ezer ember van már benne. Egy zárt csoport, de belépés után bárki bármilyen kérdést fel tud tenni, és segítenek a, bent a csoportban az emberek egymásnak, és hasonló ilyen csoport, például a Zero Waste mindennapok, vagy például a komposztálás témájában ugye a zöld hulladék. Magyarországon, a magyarországi viszonyat nézzük, a háztartási hulladéknak a 20-30%-a zöld hulladék, amit újra lehetne hasznosítani komposztálás segítségével. De mivel a lakosság egy része ugye akár lakásban él, tehát nincsen kertje, emiatt úgy gondolja, hogy a lakásban nem lehet komposztálni. De lehet komposztálni, többféle olyan már létező technológia van, ami a házba való lakásba való komposztálást is elősegíti, de akár egy ilyen nagyon egyszerű, otthon összeállítható eszköz is, például a giriszta komposztáló segítségével is lehet a háztartási konyhai zöldhulladékot komposztálni. Illetve rengeteg olyan csoport is van, amit a hulladék újra hasznosítással foglalkozik, érdemes ezekben elmélyedni, a kreatív csoportokról nem is beszélve. Itt van a következő kategória, például kertek. A vegyszermentes kertészkedés, ugye ez nekem ilyen szívügyem, legalábbis a konyha kertem, az, abban nem szeretem használni a különböző vegyszereket, és igazság szerint nincs is ezt szükségem, még a poloska témakörében sem. Sokan ezt szokták felhozni, hogy de hát azt permetezni kell, azt mérgezni kell, mert különben ott marad, és akkor megöli, elpusztítja a termésünket, és nincs ellene semmiféle szer. Illetve az önkéntes csoportokat is ajánlom, ahol faültetéssel foglalkoznak, személyszerzési akciókkal, tehát mindegyiknek megvan a külön kategóriája, illetve csoport neve is, hogy például beírjuk a faültetés, akkor biztosan a Facebookon ki fog dobni egy olyan csoportot, ahol amiben faültetéssel foglalkoznak ott az emberek. De ez igaz a személyszerzési csoportokra is, nem mellesleg, hogy az önkéntesi lehetőségek csoport is van. Más téma, nem csak zöld témával önkénteskednek. És ugye itt ezt már elmondtam, de emlékeztetőbe ide tettem, hogy a Facebook csoportokban lévő közösségek ugye erősek, és érdemes oda becsatlakozni, rengeteg olyan információt tudunk ott megtudni, ami segítheti akár a pedagógusok munkáját is, olyan értelemben, hogy az iskolában is be tudják vinni egy új információt, amit a gyerekek elé tudnak tárni. A TikTok. Értettünk ehhez, az előző videóm, az első videómat láttunk itt, de lesz most több is, ami TikTok videóm lesz. Azért a TikTokot használtam erre föl a prezentáció, mert rövidek, tartalmasak és lényegre törőek. A TikTokon azt kell tudni, hogy miért pont oda kell menni. Miért ott, bocsánat, kicsit magyartalan, de miért kell ott lenni, azt akart lenni. A leggyorsabban fejlődő jelenlegi platform. Tehát a Magyarországon, tehát a magyarországi adatokat tudok mondani, tavaly október környékén közel 1 millióan voltak fent a platformon, ez mára már több mint 2 millió ember. És ami legjobb benne, hogy organikusan nagyon sok embert el lehet érni, tehát nem kell fizetni rengeteg pénzt azért, hogy minél több ember láthassa a videóinkat, mert egy videótartalmakat lehet megosztani, 15 és 60 másodperceseket, és jelenleg, ugye, ahogy mondtam, főként fiatalok alkotják, de ahogy a korosztály egyre idősödik, sőt, már pedagógusok is vannak fönt a platformon, erről is mindjárt lesz egy példa. Ahogy mondtam, ugye az én videóim rövidek, illetve úgy rövidek, ahogy a TikTok engedi, illetve tömörek az üzenetek, hogy a maga az üzenet átmehessen mindenképpen, és nagyon sok embert lehet, ahogy mondtam, evel elérni, és most már akár a YouTube-nak az utódjának is mondják már sokan. A YouTube is ugye kezd átalakulni, erről is lesz majd mindjárt egy dia, és ugye mondtam, hogy a pedagógusok is használják. Itt egy példa rá, hogy ez a hölgy, őt én személyesen nem ismerem, de Magyarországon több tévéműsorban is már szerepelt, behívták, és meséljen arról, hogy milyen dolog, milyen, hogy gondolkodik, vagy hogy gondolja TikTokot, mint az oktatás szemszögéből, és Csillag Hajnalka, nem tudom, közel 2 éve regisztrált föl, és azóta itt tartja az online óráit, vagy itt segíti a tanulóit, sőt, a követő diákokat is, de több hasonló jellegű TikToker is van fönt a TikTokon már, akik akár matematik feladatokat mutatnak be, hogyan old meg, akár a két ismeretlenes egyenleteket, de akár még a deriválást is. Tehát, és nagyon nagy nézettségre gyűk van, és egyszerű videók ezek, nincsenek összevágva, agyonvágva, nincsenek benne effektek, tehát egyszerű videókkal nagyon a nézettséget lehet elérni. Fontos az, hogy a tartalom az tényleg meggyőző legyen, és jó tartalom legyen, tehát a maga tartalom a lényeg.
és nem az a fajta igényesség, amit például az Instagramon tapasztalhattunk, hogy mindenkinek szépen kell kinéznie, mindenkinek van természetellenes pózokba kell lennie. Visszatérve a YouTube-ra, itt viszont megváltoztak a trendek. Itt főként már az idősebb korosztály, ez az idősebb korosztályt értem a 30 fölött, úgy értve, hogy nem, hogy a gyerekek vannak már fönt, és javarészt itt a hosszabb előadások, prezentációk, beszélgetős műsorok futnak a mostanában, illetve a különböző filmek, amik sokkal komplexebbek, magával ragadóbbaknak kell lenni, ugye meg akarja az ember nézni, illetve ugye vannak ezek a bloggerek is, akik ilyen közéleti témákkal foglalkoznak, ezek szoktak általában a YouTube-on futni igazság szerint, és sokan amúgy nem is nézik már a YouTube-ot, hanem berakják a háttérbe, amikor dolgoznak, vagy éppen főznek, tehát ez is egy új dolog már, hogy egy podcast jelleget kezd sok esetben fölvenni a YouTube. És ahogy mondtam is, hogy az öregedik el a korosztály, aki használja, ez főként már a Facebookra nagyon igaz, ez tapasztalható. Itt például ebbe a kis videóba, amit TikTokon is megosztottam, csak egy részletet, ott egyik YouTube videómban mutatom be azt, hogy hogyan kell a poloskákkal bánni, illetve pontosan elbánni, és... Poloska van a kertedben? Eleged van ezekből a kártevő rovarokból, akik hónapok óta nevelgetett zöldségeidet pár nap alatt körbe teszik? Ebből a videóból megtudhatod, hogyan védekezz a legegyszerűbben és legolcsóbban a poloska invázió ellen. Ez a bevezetője volt annak a YouTube videómnak, aminek a teljes tartalmát megtaláljátok a csatornámon. Bemutatom azt, hogyan tudom én szabályozni, illetve megakadályozni azt, hogy a poloskák elpusztítsák a kertem különböző terméseit. Abszolút, ha odafigyelünk egy kicsit is, időben kapcsolunk, akkor van egy mód rá, hogy ténylegesen a poloskákat örökre száműzzük minden zöldség, illetve kerti szezon időszakában. Tehát nincs nagy gond velük, hogyha kordában vannak tartva. Ugye adjuk lehetőséget a cselekvésre. Ez egy fontos dolog abban a szempontból is, mert hogyha nincsenek lehetőségek, az emberek nem tudnak vele élni. És ezeket a lehetőségeket sorolom most föl. Ugye a klímaváltozás bejött a maga híre, hogy ugye felgyorsult a klímaváltozás, 2019-ben hatalmas pánik volt világszerte, ugye ezt az előző évben, illetve ebben az évben is, hogy a koronavírus világjárvány ez eléggé elnyomja, de alapvetően a klímaváltozás az egy állandó történet, sokan elfelejtik, de viszont felgyorsult. Ez javarészt ugye mondják már bizonyítottan is, hogy az emberi tevékenység is ehhez hozzájárult, és emiatt én úgy gondolom, én mindig is az a fajta ember voltam, aki a pánikolás helyett inkább cselekszik. És voltak ezek például Magyarországon, de gondolom Felvidéken, Szlovákiában is, különböző ilyen tüntetések a klímaváltozás ellen. Én megmondom őszintén, nem voltam kint egyiken sem, inkább én ösztönöztem az embereket, az energiáimat erre próbáltam összpontosítani, és ezért is gondolom azt, hogy meg kell ismerni magát a problémát, és a pánik helyett érdemes minden esetben ugye az edukációra hagyatkoznunk. Itt két videót fogok bemutatni. Egyik a felmelegedésről szól. Hallottatok már a globális felmelegedésről? És a jéghegyek olvadásáról? Az utóbbi három évtizedben 57%-kal gyorsabban olvad a Föld jégtakarója. Számítások szerint ez 28 millió kilométernyi tengeri jeget, gleccser és jégtakarót jelent. Ennek köszönhetően 3,5 cm-re nőtt meg a globális vízszint és tűntek el apróbb szigetek. Ahogy mondtam, ugye az ilyen videók TikTokra készülnek, hogy a fiatalok erre felfigyeljenek. Ezt a jól emlékszem, ezt a videót 10 000-en nézték meg. De van egy másik videóm, úgy szintén a klímaváltozással kapcsolatosan, ez a globális felmelegedéssel is kapcsolatos. Itt viszont edukáció jelleggel, hogy mit tegyen az, aki csökkenteni szeretné a saját ökológiai lábnyomát. Egy pillanat. Opa, vissza. Egy kis technikai malőr. Szeretnéd, hogy 10 év múlva is egy élhető bolygón éljünk? Mutatok 5 tippet arra, hogy hogyan csökkentsd a klímaváltozás hatásait. Felejtsd el az egyszer használatos termékeket, csökkentsd az energiafelhasználásodat. Közlekedj okosan, tömegközlekedéssel vagy biciklivel. Vásárolj hazai termelőtől, vagy kertészkedj otthon. Vagy ültess fát, amennyit csak tudsz.
Ezek az egyszerű praktikákkal, ez egy nagyon egyszerű kis rövid videó volt, de alapvetően sok ilyen kis praktikával lehet tenni azért, hogy kicsivel kisebb legyen az ökoli lányunk. Tudatos fogyasztás mindenképpen fontos, ezt már nagyon sok helyről hallottuk. Itt már lesz még egy következő dia, ahol például a tervezett elavulásról fogok egy kis videót mutatni, de nem akarom lelőni ennek a tartalmát, haladjunk is így tovább. Maga a természet szeretete, ahogy mondtam, gyerekkoromban én kertészkedtem, és ott így szívtam magamba a kertészkedés által, és hogyha a gyerekeket oktatás alkalmával elviszük akár túrázni is, vagy kertészkedésbe kezdünk velük, akkor azzal is tudjuk növelni az ő érzékenyülésüket a természet védelem felé, vagy környezetvédelem felé, és maga a kertészkedést is több részre lehetne bontani, vagy lehet bontani, akár ugye a kertbe való kertészkedés, de akár a lakásba való kertészkedésre is, mert mostanában például idehaza, gondolom, hogy felvidéken is a balkon kertészetről már biztosan hallottatok, az is elkezdett terjedni, tehát mindenki, és mindenki, már azok, akik a lakásban laknak, azok erőszeretettel termelnek, vagy készítenek otthon különböző zöldségeket, pontosan termesztenek, ilyen akár a paradicsom, a paprika, illetve más ilyen zöldségek. Ennek is egy kicsit az önellátás felé kezd haladni a dolog, illetve ugye a komposztálás is a másik dolog a kertészkedésben, ami előre viheti a dolgokat. Ugye, ahogy mondtam, ez a 20-30% valószínűleg ámblok igaz több országra is, hogy annyi a kommunális hulladékból a zöld hulladék, és ezt a 20-30%-ot a komposztálással lényegében el lehet teljes mértékben tüntetni, mert mindig zöld hulladékra megvan az a fajta technológia, ami segíti azt, hogy az adott zöld hulladékból értékes, mesterséges humusz legyen komposztálás által. Itt van például egy olyan videóm, amit a TikTokon közel 70 000 néztek meg. Sok esetben van az a tévhit, hogy például a diófa levelét nem lehet komposztálni, illetve az avarégetéssel is vannak emberek, akik meggyűlik a baja. Én például abszolút avarégetés ellenes vagyok, mert az avarégetéssel sok esetben több kárt okozunk, mint hasznot, és nem csak magunkat tudjuk vele mérgezni, hanem mindenki mást a környezetünkben, de akár ez egész településen is, mint egy olyan széljárás által olyan mikrorészecskék kerülhetnek bele teljesen idegen emberek tüdejébe is, ami által ők akár meg is betegedhetnek, nem beszélnem magunkról, mert a vizes avar régetésével különböző fenol, szénmonoxid, illetve különböző mikrorészecskék és PM10-es anyagok keletkeznek, amik beivódnak a tüdőbe, és azok sose jönnek onnan ki, viszont elrákosíthatnak minket, és emiatt maga az avarégetés csak akkor ajánlott, vagy javasolt, ha az a zavar teljes mértékben száraz. De ez igaz a fára is, tehát hogyha fával fűtünk otthon, legalább másfél évig, de két évig javasolt a tűzifát szárítani. Ezt viszont sokan nem tudják, és emiatt van az, hogy téli időszakban annyira rossz a levegő minősége, hogy nem is lehet kimenni. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember kimegy, és érzi, hogy rossz a levegő, és már akár szédül is, vagy ez arra is igaz, hogyha valaki éppen a szomszédban tüzel tavasszal vagy ősszel, kimegy az ember a kertjébe, legalább csak a postaládáig, és visszajöve úgy jön vissza, hogy tisztár füst szagú, és már fürödhet is le újra. Tehát akkor jön ez a videó. A diófa levelét azért nem égetem el, mert azzal szennyezném a levegő tisztaságát, rossz példát mutatnék az embereknek, nem maradnék a diófa levő komposztálásnak a szépségeiről, és persze az eredményéről. Ezek a videók, illetve a zenék alatta, ezek ilyen trend, a maga a zene alatta, ez ilyen trendzenék, amik aktuálisan a TikTokon futnak, még erre is oda kell figyelni ilyen tartalomkészítés kapcsán, mert ez jobban belemuzsikál az aktuális felhasználónak a fülébe, és erőszeretetten nézi akkor végig. És a legvégén látható kupac, az egy két éves komposztálásom eredménye, ami zöld hulladékból készült, éppen a napokban rostáltam le a komposztálómat. Erről is van egy videó, mindjárt mutatom is, pont a diófa levelével kapcsolatosan, és a TikTokon van egy olyan érdekesség, hogy a videó alá valaki kommentel, arra a kommentre videóval is lehet válaszolni, és ezek a kis szövegek ott a fejem fölött, ezek ilyen reakció videók a különböző kommentekre, és ez sokkal személyesebbé teszi a profilját az embernek, de a közvetlenség, a nyíltság, a válasz, a szadás, az a rokon szenvesszül.
Mutatom ezt is, ez a videót. A diófa levelét én is külön szoktam komposztálni, mert nem szabad beletenni a hagyományos komposztálóba, mert tönkre teszi annak állagát. Növekedésgátló anyagokat tartalmaz, és a lebomlás is legalább másfél év. Az meg az én diófa levél komposztálóm. Ennek a diófa levél komposztálónak a elkészítéséről magad és a diófa levél komposztálásáról is van egy videóm a YouTube csatornámon. Azt a videót szerintem közel 6000-en nézték meg. Egy hosszabb videó, de részletesen bemutattam, hogyan kell komposztálni. Általában a YouTube-ra viszont, ha valaki oda készít tartalmakat, szakmai tartalmakat is, nagyon hosszú az elkészítési ideje, legalábbis számomra, akár több nap is lehet, ami nem csak a felvételt jelenti magában, hanem magát a vágást és a különböző utómunkákat is. És ezek az utómunkákat úgy kell elképzelni, hogy az ember magától megtanulgatja a különböző vágóprogramok segítségével, nem olyan ördöngösség, csak rengeteg időbe kerül, viszont a TikTok ebből előnyösebb, hogy rövidebb idő alatt lehet olyanfajta üzeneteket átadni, akár környezetvédelmi influencerként, vagy akár pedagógusként is, ami eljuthat, úgymond a célcsoporthoz. A másik lehetőség, amivel lehet még edukálni a fiatalokat, az különböző események. Ezzel valószínűleg nem fogok újat mondani. Itt van például a személyszedés, aminek például viszont lehet, hogy itt már mondani fogok pár új dolgot, mert ennek is többféle kategóriája van. Ugye mindenki ismeri a hagyományos személyszedési akciókat, ahol a konténerbe pakolják az emberek a hulladékot, az összeszedett hulladékot, vagy zsákokba, és onnan a konténerbe, illetve van még egy plugging is, ami a korábbi években volt egy trend, de majd erről is mindjárt fogok mutatni egy diát, illetve van a trash tag is, ez is a korábbi években volt, illetve van a cigicsikszedő verseny, illetve akció is, ez viszont az általam létrehozott alapítványhoz köthető. A tavalyi évben volt egy cigicsikmentes Magyarország programunk, amivel volt egy cigicsikmentes október kihívásunk is, erről is majd lesz videó. Viszont itt van egy olyan esemény, egy személyszerési esemény, amit 2018-ban rendeztünk meg, és Magyarország legnagyobb személyszerési akciója volt. Erről már volt egy kép följebb, amikor az alapítvány teljes neve ki volt írva, és nagyon sok ember volt egy képen. Ez volt a Dunamentő kaland, amit 2018. szeptember 16-án rendeztünk meg, és közel 400-an jöttek erre. Hoppá, bocsánat, visszaugrott. Zavar a szemét? Tenni a tiszta környezetért? Voltál már személyszerési akción? Ha Magyarországon valaha volt lennő személyszerési akciót, a Dunamentő kalandot, a Jön alapítvány rendezte meg 2018. szeptember 16-án. Ebben az időben a Duna vízállása kritikusan alacsony volt, emiatt sokan elkezdtek már 2018-ban aggódni a klímaváltozás hatásai miatt. Egy napsütéses vasárnap délelőtt előtt megrendezésre az esemény, amire közel 400 ember jött el, akik három konténernyi hulladékot szedtek össze a Szabadság híd és a Láncid közötti pesti rakpart köveiről. A következő videóimban megmutatom majd hazánk környezetvédelmi hőseit. Iratkozz fel, hogy ne maradj le róla. Te is tennél a tiszta környezetünkért? Írd meg nekem kommentben. Ami fontos például a videók végére, érdemes mindig egy felhívást tenni, hogy az emberek reagáljanak rá. Illetve a videón lehet látni ott egy ilyen kezet, ami mutatott nekem ott oldalra. Az a TikTokon egy feliratkozó gomb, vagy a komment gombra mutat éppen, vagy a like gombra is lehet állítani, és ez is jobban tudjuk ösztönözni még, hogyha a közösségi térbe készítünk tartalmakat, és ezáltal ugye több embert tudunk elérni, hogyha van rajta interakció, mert az algoritmusok a különböző platformokon, legyen Facebook, legyen YouTube, legyen akár TikTok és más, ott ezeket támogatja, illetve előrébb veszi, ajánlja másoknak. Digitális lehetőségek. Erről már részben már volt szó a hulladékvadász applikáció kapcsán. Őket is nevezhetjük amúgy zöld applikációknak is. Hogyha beírjátok a keresőbe, hogy zöld applikációk, akkor a peterszevenyi.com honlapomon ki fogja dobni a Google egy olyan cikket, amit én írtam, és úgy írtam meg ezt a cikket, hogy zöld applikációk, vagy applikációra, mint kulcsszóra megfelelően az első helyen vagy az első oldalon dobja ki a kereső. Ezért érdemes se a keresőoptimizátoran írni, vagy erről is majd fogok beszélni. Ugye a hulladékvadász applikációról már beszéltem, de emellett van több más applikáció is, például a Waterbot, egy olyan fajta alkalmazás, amivel a kertünk, illetve a lakásban lévő virágainkat, vagy zöldségeinket tudjuk úgy locsolni, hogy beállítjuk az időpontokat, hogy mikor kell locsolni, és nem fogjuk így elfelejteni. Velem előfordult már olyan, hogy például elfelejtettem a szobámban lévő virágot locsolni, hiába van szinte egész nap a szemem előtt, elfelejtettem, és azt láttam, hogy kókod lefele. És
akkor nézem, hát ez tényleg már rég volt megocsolva, és például az ilyen waterbot, az ilyen személyiségeknek, mint én vagyok, abszolút segítség lehet. Van még egy másik applikáció is, ez Ausztráliából indult el, ez a Share Waste applikáció, ez egy komposzt megosztó applikáció, erről is készítettem egy cikket, ha beírjátok a Share Waste, akkor kidobja a keresőbe, sőt még a YouTube-ra is csináltam egy YouTube videót, amiben ezt az applikációt mutatom működés közben, de lényegében arról szól, hogyha nem tudsz komposztálni otthon, akkor oda tudsz keresni komposzt befogadó helyeket a környéken, ha a térképen van mondjuk valaki már felregisztrálva, és megadta magát komposzt befogadó helynek, és akkor te lehetsz, vagy ti lehettek úgynevezett komposzt donorok, és ezáltal a zöld hulladék átkerül egy jó helyre, és nem a kukába végzi. Én mutatnánk egy videót pont a hulladékvadász applikációról, hogy mennyire egyszerű használni. Zavar az eldobott szemét, vagy a miattuk elpusztult állatok látványa? Tennél ellene? Ha igen, akkor töltsd le a hulladékvadász applikációt, és vadász le vele a hulladéktól feladat. Az alkalmazás letölthető iOS-re és Androidre is. Légy te is hulladékvadász! Maga az a hulladékvadász mozgalom is azért volt sikeres, mert voltak ilyen monológok, vagy mottók pontosabban, meg ilyen felhívások, hogy légy te is hulladékvadász, vagy a hulladékvadásznak a mottója az, hogy hulladékvadász a legapróbb önkéntes. Tehát kellenek olyan szólamok, ami fülbe jól csengenek, és ezek után az emberek ezt, hogy megjegyzik, és magukévá érzik, vagy ők azt hiszik, vagy annál válnak, mint a szólam, és akkor ő hulladékvadásszá válik, és ténylegesen nagyon sok olyan embert ismerek, aki fogta magát, és levadászta a települése összes szemét dombját. Tehát vannak ilyen emberek, ezek jó emberek, nem rossz értelemben mondom, de alapvetően azt kell látni, hogy ha lehetőséget megadjuk, digitális eszközök tárháza meg, ugye most a Covid időszakában eléggé előtérbe kerültek, hogy az emberek tudnak tenni a környezetünkért. Zöld trendek. Ezeket is érdemes meglovagolni. Ahogy említettem ezt a ploggingot. A plogging az 2018-ban volt sláger, arról szólt, svédek találták ki, ha jól emlékszem, hogy futva, kocogva szedik az emberek a szemetet. És itt egy kép is erről, ez egy korábbi akciónk volt, a Dunakanyarban rendeztük meg. A trash tag. Ez tavaly előtt volt sláger, amikor szemetes helyszínt valaki lefotózta, és utána fotót csinált arzal, hogy ő ezt kitakarította, és megosztott a közösségi médiába, ezzel is ösztönözve az embereket. Cigicsikszerés, vagy cigicsikszedő akció, itt egy Dunapartján szerzett akció volt, még a tévé is kijött rá, amit még a Jönalapítvánnyal szerveztünk, és ezt a zsáknyi cigicsikkeztette össze 10 ember. Ugye ez közvetlenül a Dunaparton van, ahol semmilyen vendéglő nincs, semmi olyan hely, ami odavonzná az embereket, mégis egy zsáknyi cigicsik gyűjtött össze, lehetett azok pár kóbor részeg, aki oda járt iszogatni, vagy esetleg halászok, horgászok, vagy bármilyen emberke, aki oda járt valamiért kikapcsolódni, és ott hagyta, eldobta a cigicsikkeket. A cigicsikkekről is mindjárt mutatok egy diát, ami bemutatja, hogy miért is fontos ezzel, igen, itt is van, még kell ezzel foglalkozni. Dohányzás általában mindenki tud, de a cigicsikekről annál kevesebbet. 2018-ban volt egy cigicsikmentes február kampány, nagy sikere volt, Budapesten a budapesti tömegközlekedési vállalat is, a BKK is támogatta, a City Light plakátokkal, és sokan nem tudják azt, hogy mit tartalmaz egy eldobott cigicsik. Akár 4000-féle toxikus anyagot, akár itt a listában van egy olyan rész, hogy a leggyakrabban eldobott műanyag hulladék a filter maga. A filter 98%-ban műanyagot tartalmaz, ezek a hagyományos cigicsikekről beszélek, amik ilyen problémát okoznak, illetve ez egy globális probléma is, tehát nem csak Magyarországon probléma ez, vagy itt akár felvidéken Szlovákiában, Hollandiában éves szinten egy egyes bestrészek szerint 6 milliárdnyi cigicsikket dobnak el, és ez egy közeli hasonló ország, mint ahol itt vagyunk itt Kárpát-medencében, és elképesztő mértékben dobálják el az emberek, mert azt hiszik, hogy ez lebomlik, vagy nem ártalmas, meg van picike, most mi számít, de ahogy mondják, hogy szokták minden kicsit, vagy hirtelen nem teszem be, minden kicsit számít, vagy... Azt is lehet mondani erre talán, hogy sok kicsi sokra megy, talán ez a legjobb válasz rá, mert sok kis cigicsik eldobva nagy környezetszennyezéssel járhat. Ugye a legjobb megoldás, aki dohányzik, ez a zsebhamutartónak a használata, ami arra jó, hogyha valaki nem talál a közelbe kukát, sokszor ez a legnagyobb kifogás, hogy azért dobta el.
akkor az, hogy dolga van, hogy elővesz a zsebéből ezt a kis fémszerű tartót, abba beleteszi a cigicsikét, bezárja, berakja a zsebébe, szépen eltotyog a legközelebbi kukához, és ott ki tudja azt üríteni, és onnantól kezdve nincs eldobva. Tehát megvan oldva a probléma. Itt viszont két videót is fogok mutatni a cigicsikkekről. Ez itt 50 000 eldobott cigicsik. De mi lenne, hogyha sokkal nagyobbak lennének? Az embereket talán akkor jobban zavarná? Mutatok, több, sokkoló képet, hogy el tudjátok képzelni. Nehezebb lenne tőle a közlekedés, igazi kihívás lenne lejutni a metróba, vagy bejutni a boltba, de még a bagósoknak is komoly gondot okozna. A cigicsikket dobd a kukába, és ne a bolygóra! Ez az egyik. Itt a legtöbben csak abba kötöttek bele, hogy mi az, hogy a bolygóra. Tehát maga az ilyen szavak használata néha nem egyértelmű az embereknek, és szeretnek okoskodni, kommentelni, ami nem baj, az ilyen trollok kellenek, mert megnövelik a videónak, úgymond az algoritmus szerinti nézettségét. Jön a következő videó. Ez itt több mint 20 000 eldobott cigicsik, amit sajnos Magyarországon nem hasznosítanak újra. Csak kulaték égetőbe kerülhet, ahol energia, szeméttelepre, ahol csak szemét lesz belőle. Ezt sokan nem tudják. Van a technológiák arra, hogy újra hasznosítják a cigicsikeket, de annak megfelelően be kell akkor ezeket a cigicsikeket gyűjteni, és nagyon költséges az újrahasznosításuk. De már van cikkek is megjelentek, amik azt jósolják, hogy pár évtizeden belül a cigizés ezen formáján, amit ma ismerünk, meg fog szűnni, tehát a cigicsikek is. És már léteznek olyan fajta termékek, nem reklámozom, amikben nincs meg ez a fajta károsság, illetve amik olyan filterek, amik le is bomlanak valóban. Zöld események, további zöld események, az olyanok lehetnek, mint ugye a faültetés, aminél ugye függ, illetve sok minden nem tudnak a faültetésről az emberek első körben. 2019-ben jött ki egy olyan cikk a médiában, hogy minél több fát ültetünk, annál hatásosabban tudunk felépni a klímaváltozás ellen. És azért, mert ugye az oxigén és a széndioxidot pontosan megköti ugye a fa, és akkor ezáltal nincs olyan üvegházhatású gáz, stb., ami ugye a különböző klimatikus változásokat előidézhetik, vagy felgyorsíthatják. És már nyár elején jött ki ez a cikk, és már nyár közepén akartak az emberek fát ültetni tömegével, de a faültetésnek is megvan a maga szabálya, vagy kerete. És például azt, hogy nyáron nem ültetünk fát. Itt írtam is egy feljegyzésben, hogy október közepétől április közepéig, tehát kb. Mostanáig, ez az idő még, ami most van, ez még határeset, tehát ilyenkor még ültetni lehet, de már ilyenkor azok a csemeték, vagy konténeres fák, amiket különböző faiskolában termesztettek, azok már kezdenek magukhoz térni, tehát felébredni, mint a medvék a téli álmukból, és emiatt nem tanácsos már ilyenkor. A képen látható konténeres fákra gondoltam például, ilyenkor már nem tanácsos őket elültetni. És a másik az, hogy a fát elültetünk, azt gondozni is kell, locsolni, metszeni, tehát meg kell nézni azt, hogy hova ültetjük, engedély köteles, szinte mindenhol, mert közterületre csak úgy egy fát nem ültethet ki senki, mert az például közterület, ott bármilyen üzemi tevékenység folytathat az illetékes önkormányzat, vagy akár balesetet is okozhatunk, ha rossz helyre ültetünk fát. És kerülni kell minden esetben az invazív fajokat. Szemléletformáló eladások, ugye most is egy ilyenben veszünk részt általam. Itt a képen látható hölgy, ahogy említettem, ő a Tóth Andi, ő az a Zero Waste szakértő, ővel egy korábban volt egy előadásunk, közös előadásunk, a hogyan is lépjünk föl a különböző klimatikus hatások ellenére, hogyan tudunk tenni könyvetünkért. Most nem is ez a lényeg az előadás maga, de magák az előadásnak a fontossága, illetve a különböző előadási típusok, hogy mit adunk elő, hogyan formázzuk meg, és milyen tartalommal töltjük meg azt. És ugye itt vannak a hagyományos előadások, hogy mindenki ismer, amikor sok ember előtt bemutatjuk adott témát, illetve érdemes ugye workshopokat is tartani, amikor van egy kézi előadás, tevékenység is a részvevők részére, tehát nem csak ott ülnek és néznek, hanem egy workshop alkalmával, amit újra tanulnak, olyan értelemben, hogy kézükbe is veszik azt, és azt formázzák. Illetve vannak még ugye a túrák szervezése is, bocsánat, van is egy előadás, de a lényeg az egészben annyi, hogy a túrák segítségével lehet még jobban szerethetőbbé tenni a környezetvédelmet.
és a környezetet, és azáltal a védelmet. Andival ennél az előadáson viszont felhoztunk egy olyan témát, ami sokan nem nagyon szeretnek foglalkozni, hogy eléggé tabu téma. Ez például a vécézés kérdése. Ugye mindenki használja, sőt, mindenki hallott erről a dologról 2020 elején, amikor a Covid járvány kitört globálisan, mindenki rohant a bevásárlóközpontokba, hogy vegyen WC-papírt. És hirtelen nagy hiánycikké vált a WC-papír, és maga a WC-papírnak is vannak alternatívái. Én nem mindig be akarok most belemenni, de például Andi ajánlott egyet nekem itt a ebben az előadáson, erről van is egy videóm, így bele is tettem itt az anyagba, mutatom is. Szeretnéd a kezedbe venni? Okay. Teljesen tiszta. Jó, tehát ez egy régi törölköző. Már egy arctörlő? WC-papír helyett van. Ha érdekel a folytatás, akkor kattints a profilomban lévő linkre. Igen, és maga ez a dolog, ez a régi törölköző, ezt például Andi használja, többféle verzió van neki ebből, erről amúgy például neki is van már egy TikTok csatornája, érdemes őt is megkeres, megnézni, ő bemutatja ezt is, nem gyakorlat közben, hanem úgy, hogy milyen neki az, hogy kell elképzelni ez a, úgymond a fürdőszobában, hogyan lehet ezt higiénikusan megtenni, vagy elvégezni, úgyhogy ne legyen semmi gond belőle. Amúgy a maga ez a WC-papír dolog is Európában az 1700-as évektől létezik, előtte az emberek más használtak különböző eszközöket, de alapvetően akkor is megoldott volt, illetve biztos mindenki ismeri ezt a bide nevű dolgot is, azzal is lehet ugye opcionálisan, hogyha fakivágást, a papír hulladék képződést akarjuk elkerülni. Igaz, ott van vízpocsékolás, de alapvetően a víz az valamilyen szinte tisztításra kerül és visszakerül a természetbe. Maga a blog tartalmak, nekem a peterszevenyi.com oldalról már beszéltem, és nekem ezen az oldalon rendszeresen vannak cikkjeim, amiket próbálok olyan tartalmakat készíteni, amikor hiánypótlóak. És kereső optimizálva teszem ezt közzé, tehát ha valaki beírja a keresőbe azt, hogy komposzt tároló, akkor valószínűleg az első oldalon hozza az én cikkemet, amit lehet látni is a prezentációban. Igen, ez igaz akár az ez évi tűzgyújtási tilalomra. Magyarországon tavaly eltörölték, illetve megtiltották a zavarégetést, de a járvány miatt engedélyezték mégis járványhelyzet végéig. De ez ugyanez igaz, ez a téma, már úgy értve, hogy a tartalomkészítés szempontjából a kávéca felhasználása. Egy hosszú kifejtős cikkben bemutatom az összes lehetőséget a kávéca felhasználására, mert ez egy értékes másodnyersanyag is, azt is lehet komposztálni, lehet használni különböző háztartási folyamatokhoz, akár a különböző mosogatókagylónak a tisztítására, mert apró szemcsés, de akár kozmetikai anyagként is fel lehet használni, a bőradírként, tehát van elég sok lehetőség benne, hölgyeknek is, uraknak is. És itt is úgy érdemes, ugye, ahogy mondtam, tartalmat készíteni, hogy kellően helytálló legyen, tehát szakmailag helytálló, és saját képeket, annál egyedibb a tartalom, annál jobban eladható, és annál sajátabbnak tűnik, mint hogy egy másik oldalról átvett duplikáció lenne. És ugye mondtam is az elején, hogy a Klímapolitikai Intézetnél dolgozom, és a tevékenykedem ez év márciusától. Az intézet a környezetvédelem és a klímaváltozás kérdésével foglalkozik Magyarországot érintve, itt a KPDNC-t érintve, és kutatásokat, illetve több publikációt is készít, illetve kutat különböző más témákban is, ami a környezetvédelmet érinti, és ahogy jelentettem is, hogy nekem éppen mai nap jelent meg a zöldre mosás kapcsán egy tényfeltáró anyagom, illetve korábban volt a tervezett elavulásról egy kutatása az intézetnek, amiről egy videót is készítettem, ilyen mutatom ezt is, ami arról szól, hogy sokan gyártó van, aki a különböző termékeit úgy gyártja le, hogy akár garancia után romoljon el, biztos találkoztatok ilyenekkel, ilyen problémákkal, vagy a garancia után pár napra elromlott. Vagy direkt be úgy vannak elkészítve, vagy gyártva, hogy ne legyen hosszú távon működőképes, és ezért kelljen egy újabb terméket venni, vagy egy ugyanolyat még egyszer, és ugye ezáltal extra profitra tesz szert a különböző multik vagy gyártók, de következjen ez a videó is. Hallottatok már 120 éve égő villanykörtérről? Tessék,
Amióta felkapcsolták, megtörtént az első és második világháború, az 1956-os forradalom és szabadságharc, a holtaszállás, vagy éppen Magyarország rendszerváltozása is. A manapság játott izzók élettartamához képest ez szinte hihetetlen lehet, hiszen a tervezett elavulásnak köszönhetően ezek a termékek hamar tönkre mehetnek. De ez a villanykörte 1901 óta folyamatosan ég, és most egy észak-kaliforniai tűzoltóságon található. A tartósága miatt még a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. Ha nem hisztek, akkor ezen a weboldalon élőben meg tudjátok nézni működés közben. A tervezett elavulásra kapcsolatban ajánlok figyelmetekbe egy érdekes kutatást, amit a Klímapolitikai Intézet publikált a napokban, megtaláljátok a profilomban lévő linken. Hát itt lényegében elmondtam azt, amit ugye mai világban nem nagyon szoktunk tapasztalni, hogy egy termék tartós legyen hosszú távon. Tehát ez a laptop is, ahol éppen most zajlik ugye az én részemről a prezentáció, amikor megvettük, akkor nagyon gyors volt, ez volt már 5 éve, de most maga a bekapcsolásnál kb. 3-szorosára nőtt úgymond a laptopnak a bútolása, a betöltési ideje, és az emberek, és én, nekem ez így szemes szúr, ez így zavaró is, és drága laptop volt annak idején, és alapvetően, ha belegondolunk ebbe, nagyon sok terméknél ezt tapasztalhatjuk, különböző botrányok voltak már ebből, hogy különböző telefongyártók is egy update-tel, tehát frissítették a rendszert, de konkrétan direkt azért, hogy lassabban működjön az a telefon. És van egy elmondatom, amit minden YouTube-os videómban, illetve tévés vagy más szereplésem alkalmával el szoktam mondani, hogy nélkületek nem sikerülhet. Tehát, hogyha én hiába vesződök, hiába küzdök azért, hogy egy zöldebb, egészségesebb világban éljünk, de ha a többieket, az embereket, többséget nem tudjuk megmozgatni ennek érdekében, akkor hiába van minden. Ezért kell lehetőség szerint minden platformon ezzel foglalkozni, legyen az akár egy környezetvédelmi influencer, legyen akár egy pedagógus, vagy bármilyen más munkával foglalkozó személyiség, de az adott munkakörében ezt úgy tudja, ugye a kollégáknak a figyelmét felkelteni, a pedagógusok, a gyerekeknek ugye a figyelmét, hogy figyeljenek oda, tudatosabban éljenek, de mégis tartsák meg a nyugodtságukat, és nézzenek utána minden olyan tartalomnak, amiből tudnak mond informálódni, és azt későbbiekben maguk kivá tenni, és erre jöttem úgymond én is létre ilyen szempontból, mint személyiség. Bocsánat, hogy a végére kicsit elfáradtam a közel egy órás beszéd alatt, így keresem is a szavakat így a végére, de azt szeretném ezzel csak mondani, hogy ez a motto szerintem mindent kifejez, hogyha nem fogunk össze, akkor lesz egy fejszényele, tehát nem tudunk olyan biztos jövőben élni, ahol akár nekünk, vagy akár az utánunk következő nemzedékeknek lesz biztos jövője. Köszönjük, Péter, ezt a remek figyelemfelkeltő érdekes prezentációt és beszámolót. A kérdések megválaszolása következik, amelyekből nagyon sokat lelőttél, tehát készültem én kérdésekkel, de már választ is kaptam rá menet közben. Azért néhány maradt. Ugye a Jön Alapítvány létrehozója vagy, és említetted, hogy rengeteg környezetvédelmi rendezvény megálmodója, megvalósítója. Felkeltette az érdeklődésemet egy csomagolásmentes május című rendezvényetek vagy akciótok, amely pontosan egy hónapig tart az elmondásod szerint valamelyik riportban. Van ennek jelentősége, hogy miért éppen egy hónapos intervallumot szabtatok erre az eseményre? Igen, ezek a kihívásokról volt szó itt a prezentációban, és konkrétan erre a 30 napos kihívásokra nem hívtam fel a figyelmet, viszont több is van. Maga az a kihívás, mint szó, ez a 30 nap, ez azért függ össze ez a kihívás és a 30 nap, mert szakértő, aki mondja, az emberi viselkedést ugye vizsgálja, azt mondják, hogy közel 30 nap kell ahhoz, hogy valamilyen szokás az emberek életük során magukévá tegyenek. És akkor ezt próbáltuk ebben a dologban kihasználni, így például nem csak a csomagolásmentes május alkalmával, hanem a cigicsikmentes hónapok alkalmával, mert legalább abban az egy hónapban, 30 napban figyeljenek oda az emberek, próbáljanak odafigyelni, egyfajta kihívásként. Sok hasonló nemzetközi példa is van, akár a műanyagmentes július, ami úgymond eléggé népszerű is, aztán ebben az évben már 10. alkalommal lesz az megrendezve. A csomagolásmentes május 2 alkalommal volt megrendezve idehaza,
Az első alkalom 2018-ban, akkor még két flashmob esemény is volt, Budapesten és Debrecenben, illetve tavaly előtt, tehát 2019-ben közel 20 helyszínen volt a csomagolásmentes flashmob, ami arra szokotta föl az embereket, hogy próbáljanak meg csomagolásmentesen, hulladék nélkül vásárolni, és sokan ezt tudták is teljesíteni, tehát a zero waste életstílusnak, vagy a low waste életstílusnak egyfajta eszköze is, az, hogy tudatosan vásárolunk, és kerüljük az olyan fajta termékeket, amik agyon vannak csomagolva. És alapvetően főként a hölgyek csaptak ebbe bele, de legtöbb esetben ők vezetik a háztartást, és de persze férfiaknak is láttam ugyanazt a hasonló vászon táskákat, eszközöket, amikor ilyenkor szokás használni. De ezek a kihívások maga, ezek lehetőségek, akár házon belül, iskolai oktatásban is hasonló akciókat lehet létrehozni, kezdeményezni. Általában a diákok, ugye a fiataloknál is azt tapasztaltam, hogy erre vevőek. Nem hallunk téged, Péter. Most? Most már igen, és arra is megkérlek, ha már enyém a szó, hogy légy szíves, kapcsolt ki a megosztást, hogy téged lássunk, ja. Jó? Oké, rendben, köszönöm. Egy pillanat. Így. Jó. Tökéletes. Igen? Meddig nem hallottatok? Hallottuk most már, csak a végén az utolsó mondatnál, amikor beleszóltam, megakadt a hang. Nem volt már, nincs több mondat. Nincs több mondat. Jó, akkor befejezted. Rendben. Viszont nekem kérdésem még lenne. Kitértél az előadásodban a szemétszedés fontosságára, de viszont végig az motoszkált bennem, hogy vajon miért kell mások után szedni a szemetet, hogy nem lenne egyszerűbb ezt megelőzni, vagy inkább arra törekedni, hogy ne dobják el az emberek a szemetet. Miért olyan nehéz ezt a szokást kialakítani bennük? A rossz szokások hamarabb beidegződnek az embereknél. Amikor én ezt elkezdtem, több civil szervezethez elmentem, hogy van egy ötletem. És mindenki azt mondta, hogy köszönjük, de nem. Tehát így mondom, leráztak, hogy ők ezzel nem fognak foglalkozni, mert ez szélmalom harc. Ez évek alatt ez pont ellenkezőre fordult az egész történet, és alapvetően már ők jöttek hozzánk, már akkor már létező szervezethez, egy alapítványhoz, hogy működjünk együtt. És például tavaly, egy évvel ezelőtt a Magyarország kormánya be is jelentette azt a klíma és természetvédelmi akcióterves alkalmával, hogy az első helyen, méghozzá az első helyen, hogy az illegális hulladékrakásokat fel fogják számolni Magyarországon. Ezt el is kezdték, szép eredmények vannak, és például ők is egy hasonló applikációval rukkoltak elő, ez a Hulladék Radar applikáció. Két különbség van azért a kettő között. Az csak Magyarország határain belül működik, és egy zárt felület, tehát nem lehet nyomon követni a bejelentéseket, de a hulladékvadásznál egy online térképre kerül fel a bejelentés, és annak a nyomon követése is. És maga ez a történet, ha úgy vesszük, szélmalomharc, de viszont ha edukáljuk az embereket, a rovatokat ezért hoztuk létre a hulladékvadász.hu-n, és maga az edukáció ezért is fontos, mert megelőzésre sarkalja az embereket, és igazság szerint a megelőzés lenne itt a lényeg. És a klímaváltozás miatt is, illetve több más történet miatt is ebben az előző évben elfogadtak Magyarországon is, meg a Európai Unióban is olyan törvényeket, a SAP direktíva kapcsán, hogy be fogják tiltani az egyszer használatos műanyag termékeket. Így a könnyen és egyszerűen helyettesíthető fülpiszkáló pálcikát, műanyag eszközöket, műanyag evőeszközöket, illetve más ilyen egyszer, például műanyag szívószálat is. És ezek betiltásával lényegesen lehet csökkenteni a hulladékképződést. Hát hiába van a lehetőség, hogy ne használja az ember, de mégis vagy beleütközik, legyen az vendéglátóegységben, egy műanyag szívószába, nehéz elkerülni, és inkább jobb betiltani, és így meg ki lehet kerülni dolgokat. Viszont alapvetően ténylegesen gyerekként kell ezt elsajátítani. Most Magyarországon például a fenntarthatósági témahét van, ami kimondottan a hulladék képződéssel is, megelőzéssel foglalkozik, és itt például főként az alsó, felső tagozatos általános iskolásokat szerepelnek benne, iskolák, lehet, hogy középiskolások is, ezt pontosan most nem tudom, de a lényeg az egészben annyi, hogy a gyerekek edukációja emiatt kimondottan fontos.
Igen, örülök, hogy megemlítetted a fenntarthatósági témahetet, mert egyre több felvidéki intézményünk is bekapcsolódik, ugye ennek a témahétnek a fővédnöke Áder János köztársasági elnök, és feltételezem, hogy te is ajánlod a további iskolák bekapcsolását. Viszont amit kérdezni szeretnék, mutattad a hulladékvadászhú oldaladat, és először is szeretném a pedagógusaink figyelmét arra felhívni, hogy itthon is működik egy hasonló tartalommal bíró portál, amelynek az a neve, hogy Csisztá Planéta. A keresőbe írva megtalálható, és három szó a szlogenjük, jelöld meg, oszd meg és szedd. Tehát gondolom ez is hasonló tevékenységeket motivál. Viszont a kérdésem az lenne, hogy említetted ugye az Európai Unió által 2019 májusában elfogadott irányelveket, ugye ez 2021-től várhatóan kötelezően érvénybe lép, egyre több ekotermék jelenik meg a boltokban, de elég borsos áron. Az lenne a kérdésem, hogy véleményed szerint miért ilyen drágák az ekotermék? Szerintem azért első körben, mert a háttéripar nem alakult ki. Tehát nincs az a tömeggyártás, ami ezt le tudja gyártani. Legtöbb esetben lehet, hogy még külföldről is érkezik. Tehát konténerhajókkal, Kínából, vagy más keleti országból. Illetve az ökotermékekről azt szeretném elmondani, pont utalva a mai nap publikált zöldre mosás témakörében is, rengeteg olyan termék van, amire azt aggatják le, hogy lebomló, vagy komposztálható. Biztos erre emlékeznek sokan is, hogy pár éve volt az, hogy lebomló műanyag szatyor, és mégse bomlott le, kiderült, hogy csak ipari körülmények között, 60-70 fokon, tehát az nem mindegy, hogy most kirakom itt a komposztálomba, és nézem, mikor bomlik le, nem fog lebomlani. Tehát ez a zöldre mosás, és most, hogy ezek a törvények ugye be fognak éppen aktuálisan Európába kapcsolódni, vagy érvénybe lépnek, erre különösen oda kell figyelni, hogy milyen terméket vásárolunk. Jó, a további kérdéseimet is szeretném feltenni mindenképpen, viszont nagyon túlhaladtunk az időn, ezért kérlek, hogy nagyon röviden próbálj meg rá válaszolni. Ugye a klímaváltozást is érintetted, és ennek a veszélyére napjainkban ugye a szélsőséges időjárás is emlékeztet, ez már ennek az előjele lehet. Hogyan járulhat hozzá az egyén a klímaváltozás csökkentéséhez? Apró lépéseket kérnék szépen. Hát itt volt pont egy videóm erre ezzel kapcsolatosan. Tehát az, hogy ugye úgy tömegközlekedéssel jár, odafigyel a fogyasztására, ezáltal az ökoli lámnyomát is tudja csökkenteni. Vannak ilyen számlálók az interneten, hogy mik ezek a pontok, amiket átnézve tudja csökkenteni. Kalkulátorok vannak, tehát ezzel már előre tud lépni. Mindenképpen, hogyha tudja háztájait, tehát piacról vásárol mondjuk, vagy otthon kertészkedik, vagy komposztál otthon, nem a zöld járatra vár, és nem szemettel ugye, és otthon komposztál. Még ez gyorsan rakom el a komposztálás kapcsán mondani, hogy van egy olyan verseny, hogy komposztáló szépségverseny. Ez a Jönalapítvány háromszor rendezte eddig meg, tavaly év volt a harmadik alkalom, ahol az volt a lényege, hogy nevezzenek be azok az emberek, akik komposztálnak, és nem a személy volt a szépség maga, aki a nevező, hanem a komposztáló ládája, és ezzel is ösztönözni akartuk az embereket, és rengetegen jelentkeztek is, sőt, még Erdélyben egy erdélyi szervezet is átvette ezt a versenyt, és ott is rendeztek tavalyi év során, tehát felvidéken is ajánlom ezt a lehetőséget, hogy ilyen komposztálás népszerűsítése érdekében mindenképpen ez ilyen esemény meg lehet rendezni. Jó, és az utolsó kérdésem pedig az, hogy házi szelektálással kapcsolatban kérdezem, hogy mi a megoldás akkor, hogyha otthon én osztályozom a hulladékot az előírt módon, de például a lakótelepi konténerekbe a fegyelmezetlen emberek vegyesen dobálják a szemetet, figyelmen kívül hagyva ugye a színekkel meghatározott megkülönböztetést. Mi lehet a megoldás ilyen esetekben? Hát, hogyha legalább annyi megtettek ezek az emberek, hogy előkészítették a szelektíven gyűjtött hulladékot, tehát mondjuk átöltették, nem szennyezetten tették bele, az már egy jó pont részükre. Azt kell tudni, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék a lakosság részéről csak előválgatás. Maga, ugye voltak azok a tévhitek, hogy itt vannak még talán most is, hogy összeöntik ezeket a szelektíven gyűjtött hulladékokat, és emiatt minek gyűjtjük szelektíven. Lehet, hogy az emberek pont ezért csinálják így.
De alapvetően a begyűjtésnél lehet, vannak olyan, olyan hulladékkezelő rendszerek, ahol úgymond összeöntik, vagy hasonló tégelybe teszik, de alapvetően ez elkerül egy válogatóba, és ott kézi vagy gépi válogatással szétválogatják, mert konkrétan az elővágatott szelektív hulladékunk az jó helyre fog kerülni, és ezt újra le fogják hasznosítani. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Hasznos és tartalmas beszélgetés volt. Köszönjük szépen az alaposságodat és a gyerekközpontú tartalmakat külön köszönöm. A küldetésedhez pedig kívánok erőt, kitartást, illetve egyre több követőt, és biztatok is mindenkit arra, hogy kövessék Szebenyi Péter csatornáit a Facebookon, Instagramon, TikTokon, vagy éppen a YouTube csatornán. Bátran ajánlják a gyermekeknek, a diákságnak is, hiszen hozzájuk közel álló, szórakoztató módon komoly információk birtokosai lehetnek, és a szemléletformálásuk szempontjából is hatékony lehet. Figyeljünk egymásra, körülöttünk lévő természetre, környezetre, és tegyük mindezt tudatosan. Mondani szerettél volna valamit még, Péter? Hát elköszönni, hogyha lehet. Persze, természetesen tiéd a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget, és még valami, hogy nélkületek nem sikerülhet. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, az előadást, a figyelmet. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk következő témánkkal. Az előadó nevében is köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Viszlát, sziasztok.